Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, teli hold szeptember 21-én. Teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. Itt tükröződik valami jelenleg. Azt is jelentheti, hogy ez olyan, mint egy mérleg, és kell a belső egyensúly. Az indiai asztrológusok úgy mondják, hogy egy teli holdnál változik az energia. Ez lehet egy transformáción, vagy egy megújulás, és ha elmúlt ez a teli hold, akkor elkezdődik a csökkenő hold fázis, és az kihat az életünkre, hiszen el tudunk búcsúzni valamitől, vagy valakitől, így csökken valami, amit a mai teli hold jelent, ezek az érzelmek. El kellene búcsúzni a félelmektől, a bizonytalanságoktól, és a pozitív érzelmeket élni. A hit, a szeretet, a megbecsülés, az élet öröm. Mert ez kihat az életünkre, így javul mindig számunkra a helyzet. Amit a mai teli hold még jelent, ez a kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület, azon kívül jelenti a művészeteket is, mint például tánc, vagy zene, mert ez is hozzátartozik az életünkhöz. Azon kívül kell egy elképzelés arról, hogy mit szeretnél elérni, mert ez befolyásolja a sorsodat. Ha hiszel ebben, ezekben a képekben, ezekben az elképzelésekben, akkor pontosan ilyen irányba alakulnak a dolgok. Először megtekintjük most ennél a jóslásnál azt, hogy mi fog lezárulni. Itt a múltban voltak kihívások, viták, veszekedések, nem volt ez könnyű időszak. De szerencsére ez most befejeződik. És mit tudsz változtatni az életeden, hiszen ez a teli hold utal a változásokra, az energia mező változik meg. És hogy hat ez kirád? Ezt megtekintjük a következő kártyáknál. Mindaz, ami eddig átláthatatlan volt, mint egy fátyol, az most elmúlik, hiszen ezzel a karddal elvágod most ezt a fátylat, és láthatóvá lesz valami, vagy kiderül az igazság. Amikor félelmekről, bizonytalanságokról van szó, akkor látható itt a szabadság érzete, hiszen ez a kard elvágja ezeket az érzelmeket is, és mint ahogy látjuk itt a képen, itt kivirágzik valami. Hol lesznek még változások? Itt ez a kisfiú dolgozik a kertben, tehát itt munkáról, munkahelyi változásokról lesz szó. Itt te hozol most döntéseket, vagy a jelenlegi munkahelyeden, vagy lehet egy munkahelyi változás is.
Itt látható az otthonod és a környezeted. Ezek lehetnek a szomszédok is. Vagy ez a ház jelentheti a szülői házat és a rokonokat is. Itt is változik valami. Megváltozik az energiamező. Javulnak a dolgok, és ezek a kihívások véget érnek. És hogyan tovább? Mi várható rád a közeljövőben? Mi várható rád, ha elmúlt ez a teli hold, és ezt megnézzük most ezeknél a kártyáknál? Itt te állsz a középpontban, és nálad, körülötted kivirágzik itt minden. Az utalhat egy kreatív tevékenységre is. De légy becsületes magaddal szemben. Azokat a dolgokat kellene megvalósítani, amit te szeretnél. Mert ez a kívánságod, hogy itt kivirágozzon valami. Szerencséd lesz, hiszen a csillagok utalnak szerencsére. Azon kívül ez a megfelelő időpont, hiszen a csillagképek azt jelentik, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy meg van írva a csillagokba. Amit ez a kártya még jelenthet, asztrológia vagy egy spirituális terület. Mindkettő kihat rád. A kreatív tevékenység. Nálam ez a kép arra utal, hogy itt festőművészetről is szó lehet, és ehhez jön még a csillagkép, az utalhat spirituális területre. És hogyan alakulnak a dolgok a továbbiakban, erre utalnak itt a kártyák. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor itt a kártya középen azt jelenti, te állsz a középpontban. Amennyiben te egy férfi vagy, akkor ez a kártya azt jelenti, hogy ez a hölgy várakozik, vár rád, és szeretne veled találkozni. Itt ezen a kártyán látható is, ez a találkozás, és ez a közelség, a bizalom. A harmadik kártya itt azt jelenti, hogy változnak a dolgok a szerelmi élet területén. Itt lesz hamarosan egy találkozás, és meg tudjátok beszélni a dolgokat, hogy mit szeretnétek változtatni. Ezen a képen látható egy varázsló, és megvan ez a varázslatos vonzalom köztetek. Azon kívül itt a csillagok, ez a mágikus szerencsét hoz, itt van egy szertartás is. Ugyanúgy, mint ahogy én is holnap, tehát 22-én egy szertartást tartok, ha érdekel, vagy többet szeretnél erről tudni, nyugodtan írhatsz egy e-mailt. De visszatérve még erre a varázslóra, megvan ez a kisugárzás, ez a vonzalom kettőtök között, azon kívül a csillagok utalnak a szerencsére, és ugyanúgy, mint itt, ennél a kártyánál, jelenthetik a spirituális dolgokat is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!